Williams Televízió. Testületülést tartottak kedden a képviselők. A főbb határozatokról Szlahó Csaba polgármestert kérdeztük. Napirenden szerepel többek között a Tündérkert óvodában a 2015-2016-os nevelési évtől indítandó óvodai csoportok számának meghatározása, valamint áthelyezése is. 2011-ben került kialakítása két óvodai csoportszoba a régi iskolaépület alsó szintjén, hiszen akkor nagyon sok óvodáskorú gyermekünk volt, őket el kellett helyezni a Tündérkert óvodába. Gyakorlatilag az új óvodában több hely nem volt, ezért az a megegyezés született, hogy az óvodában van, vagy az iskolában van üres tanterem, ezt át tudjuk alakítani, külön kis bejáratot, külön kis, hát hogy is mondjam, udvart, játékokkal tudtunk kialakítani a gyerekeknek. Egyébként nagyon szerettek is oda járni, de most ugye ezek a gyerekek felnőttek. Visszakerültek az iskolába, átkerültek az iskolába, és az iskola létszáma pedig követeli, igényli, hogy újabb tantermek kerüljenek kialakításra. És bizony ahhoz, hogy az elsősöket el tudják helyezni, most az óvodának vissza kell adni az iskola részére ezeket a tantermeket immáron. Egyébként a berendezéseket úgy hagyjuk, hogyha esetleg megint változik a helyzet, akkor ne kelljen különösebb nagy átalakítást eszközölni. Az óvodá részéről úgy került megoldásra ez a dolog, hogy az ottani két csoportból az egyiket szétosztják a meglévő csoportok között, a másikat pedig a fejlesztő szobába fogják elhelyezni. Az önkormányzat és az óvoda vezetése együttműködve én azt gondolom, hogy elég érthetően és világosan kommunikált a szülők felé. Az érintett szülőknek tartottunk szülői sajtótájékoztatót, illetve tájékoztatót is, eljöttek, és hát úgy gondolom, hogy komolyabb döccenő nélkül, szervezési probléma nélkül ezt meg fogják tudni oldani. Néhány felvetés elhangzott, például, hogy az egyik csoportban nagyon sok lesz a fiúgyermek, ott kevesebb a lány, és mi lesz azzal a néhány kislánnyal a sok fiú között, tehát olyan értelemben, hogy visszatartott gyerekekről van szó, vagy azért, mert a nevelési tanácsadó azt mondta, hogy maradjon vissza, vagy mert a szülő szerette volna, hogy még egy évig gyerek maradjon. Tehát ilyen gyakorlati kérdések hangzottak el, de azt gondolom, hogy a Tündérkert óvoda vezetése ezt meg fogja tudni oldani, és mindenki megelégedésére tudja úgy szervezni az óvodai csoportokat, hogy ott aztán végül mindenki megtalálja a helyét. Remélem, hogy a kisóvodások is jól fogják magukat érezni, és egy biztos, az iskola pedig el tudja foglalni, kis elsősök el tudják foglalni ezeket a frissen kialakítandó tantermeket, amit még egyszer mondok, valaha, ugye 2011-ben az iskolától vett át az óvoda. Remélem, hogy mindenki megelégedésére tudtuk megoldani ezt a problémát. Ide tartozik az is, hogy jövőre én már szeretném látni, hogy a Halmiskola bővül 4 tanteremmel, amit ugye már 2 éve pályázunk, és meg is ígérték, hogy meg fogják építeni, tehát a Nemzeti Sportközpont támogatásával az új szárny tető részében 4 tanterem kialakítására adtunk be ugye pályázatot, és ezt támogatták, és remélem, hogy a jövő évben ez el is készül. Hát kíváncsian várjuk, most mondjuk jól jött volna, de azt gondolom, hogy így is elég jó megoldás született. Ha már az iskoláknál tartunk, a múlt heti adásunkban Alattyányi István elmondta, hogy épül a műfőes pálya Petőfi Sándor általános iskola mellett, udvarán. Most viszont arról adhatunk hírt, hogy a terve szerint augusztus 3-án ezt át is adják. Így igaz. Ugyanolyan paraméterekkel és ugyanolyan műfűves pályát építenek, mint ami tavaly az Epresben átadásra került. Ez gyakorlatilag a második ütem, mert 2 pályát nyertünk. Én azt gondolom, hogy nagyon ráfért a Petőfi iskola tornaudvarára ez a fejlesztés. Nagyon rossz minőségű beton volt, szanaszét repedezett, illetve aszfalt, és most egy teljesen új műfűves pálya került kialakításra. Augusztus 3-án kell ugye átadni a kivitelezőnek az elkészült pályát. Reméljük, hogy erre sor is kerül, de egyébként tavaly is nagyon hatékonyan és jól dolgoztak, és az a pálya is azt gondolom, hogy beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Hát ez pedig azt gondolom, hogy még inkább be fogja váltani, hiszen itt nagyon sok gyermek van, és a mindennapos testnevelés az komoly problémát és kihívást jelent az intézményeknek. Nagyon nehéz elhelyezni a gyerekeket ugye ennyi testnevelés óra mellett. Azt gondolom, hogy ez azért segít nekik is, és remélem, hogy akik majd bérbe akarják menni az iskolától, azok is örülhetnek itt a felsőtelepen, illetve hát bárhonnan is jöjjenek, és használatba veszi Vecsésváros lakossága és a gyermekek ezt az új pályát. Időközben a vecsési önkormányzat az autósok visszajelzései alapján korrigálta Károly utca, Attila utca kereszteződésében nemrég elkészült sebességcsökkentő küszöbön.
A fekvőrendőr magassága nem változott, ám a rávezető rámpát meghosszabbították, ezáltal a dőlésszög alacsonyabb lett, és a megengedett 20 km/h sebességgel most már bármilyen járművel biztonságosan át lehet hajtani rajta.